Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV. Na hello, mi újság? Minden a legnagyobb rendben van. Egy őrült problémával szeretnék elétek járulni. Világosítsatok meg, nagy mesterek, hozzatok nekem megoldást, fényt az éjszakában. Az elmúlt hetekben, hónapokban gyakorlatilag folyamatosan bombázzák rebellis tínédzser csoportok a Facebookomat, meg az e-mail fiókomat azzal, hogy én kampány... szeretnek. Hogy vegyem el a testüket. És én csak annyit írok, hánykor. De nem, hanem kampányvideókat várnak tőlem, hogy különböző osztályok 10D, 10B, kapott te is? Persze. 10B, 10D, 11C, 11D, hogy én kampányvideóban csak annyit kéne fölmondjak, térdre borulva, hogy könyörgöm, szavazzatok a 11D-re, meg a nem tudom melyik diák igazgató jelöltre, mert csak úgy lehet megnyerni. És még a végére még nagyon szemét módon oda is teszik egyébként, de picike ilyen lelki terror, hogy nagyon szeretjük a humorodat, tehát nyilvánvaló hazugsággal is tetézi az egyébként szívességkérést. Kapogatjátok? De abszolút, hozzám is. Megérkeznek, én akkor szoktam megcsinálni, ha személyesen valahol megkeres. 100 like. Nem, azokat vesszük, tudod. Azokat vesszük, nem kérünk ilyet. Nem, hogyha személyesen odajön hozzád valahol rendezvényen, akármi utcán, az tök jó, meg ha jó fejek, de ez, hogy küldjél el magadról, és akkor az olyan nyomorult. De nem, meg egyáltalán, tehát ott állsz a frontkamerában, és könyörögsz, hogy sziasztok, Kassa Tibi vagyok, kérlek szavazzatok a 11D-re, különben éppen fegyvert szorít a halántékomhoz egy 10D-s, nem tudom... Kérlek szavazzatok egy olyan osztályra, amiből egyetlen embert sem ismerek, nem találkoztunk soha. A városban nem jártam még, a kerületben nem voltam, nagyon kérlek szavazzatok. És aztán másnap olvasol a hírkeresőn egy hírt, ami arról szól, hogy a 10D megverte az osztályfőn újabb rendbontás miatt, kirúgták az iskolából a... De ugyanakkor meg hisznek benned, érted? Az meg jó dolog, nem? Tehát hisznek Kassa Tibiben, hogy ő vele meg lehet nyerni egy ilyen választást, holott nem. De mit akarsz megnyerni? Ez a fontosabb kérdés, hogy nem tudom, ti meddig vittétek ebbe az iskolai hierarchiába, de hogy ha valakiből nézem, hogy egy ilyen nyaller valami ilyen iskolai igazgató... Az a Jani. Azt nem mondja, hogy én nagyon népszerűen voltam, többször is megválasztottak, majdnem, ki meddig vitte az iskolai hierarchiában? Én előre megyek, én a Winnetou őrs vezetője voltam. Ez volt a legnagyobb cím, amit be tudtam tölteni, illetve egyszer voltam ilyen osztálybankár, szedtem az osztálypénzt egy kínos elszámolási incidensig. Utána leváltottak, mi? Figyelj, nagyon, tehát hogy amit én csináltam, ahhoz képest ez a broker botrány, az kutyafüle. Tehát, hogy figyelj, tehát én azt a körbetartozós pilótajátékos szendvicsvásárlós osztálypénzem majd visszarakom, ha megjön a zseppénz jellegű pilótajátékozást, amit én általánosban csináltam, szerintem azért ma már elvinnének. Ti meddig jutottatok? Én a diák színpadon eljátszhattam kukát. Nem igaz. Most, hogy ránéztem, kapsz egy ilyen kis sapkát, raknak rá három nagyon nadrágot, egy nagy cipőt. Elismerem, mindenki bólintott egyet. Jó, igen. Jó választás. Jó választás, igen. Iskolaiság szerkesztője voltam. Iskola új... A média már ott látod? Igen. Csináltam magamnak egy újságot, így lettem szerkesztő. Ne hülyeskedj. Dehogy nem. Én suli rádiót vittem, most ugrik be. Tényleg volt, és vitte suli rádiót? Iskola rádiót, ez annyi volt, egyetlen egy kazettám volt, A oldal, B oldal, A oldal, B oldal. De közben beszéltél. Nem igazán. Az is egy hofi kazetta volt. Egy hét után úgy utáltam mindenkit. Tényleg egy kazettát forgattunk. Tehát de az elég menő dolog volt, mert ezzel lehetett úgy vonulni egy picit. Tényleg iskola rádió. Nagy hatalom volt. Én nótafa voltam. Mi van? Úr is állt a tíz ilyen patanásos lány között, és énekeltél te, és a nőkorosban beválasztottak. De később fölnőttek a lányok, tudod? És akkor meg már köcsökfa volt. Mások fociztak az osztálytársaikkal, de lánykorúsban énekelt. Jó az egyébként. És a varrószakkört is én vezettem. Illetve az élelmezést vitte anyád, amikor ugye bevitte a fél disznót az igazgatóiba. Igen, Balázs. Nekem nem volt nagyon semmi. Nem hiszem. Tényleg nem. Valamilyen rajvezető. Nem, soha, én ezeket mindig utáltam. Az ilyen típusú
kötelességeket, nem szerettem tényleg. Tehát, hogy én mindig renitenskedtem inkább. Nem voltam őrsvezető, nem volt suli rádió, nem volt iskola tévé, semmilyenben nem vettem részt. Én elvettem az ások bérletszelvényét, és eladtam a béseknek. Gyerekek, tudni kellett, 300 forint volt egy bérletszelvény, nálam 150 ér, vagy visszavásároltad a sajátodat, vagy vidáman értékesítettük tovább. Az is volt, hogy vissza lehetett venni? Egy idő után tudták, hogy én veszem. Kell pupika, 150. Oda kell figyelni a tornaórán, vinned kell a cuccodat magaddal. Sajnálom, 150 ér visszavásároltad a bérletszelvényedet, igazán aljas módon vettük el, de utána jó pénzért értékesített. Illetve te vezetted az önkéntes szűzoltókat. Az meg a másik, igen. Én inkább szemétkedtem gimiben is, meg általánosban is. De mi az, amiért harcolni tud mondjuk egy ilyen iskola igazgató? Tehát önök van valami semmi, egy napra kapod meg, az iskola kulcsát, viszont a 11D írt, hogy nagyon szépen köszönik, hogy ezt elmondtad, mert már kivágták adásból, tehát megvan a promó. Ja, hogy innen megoldották. Az nem rossz. De hogy ez egyébként olyasmi, mint a szülői munkaközösség, hogy ez ilyen hiperaktív, szemüveges kislányok is sülkeznek el a szemüvegeseket megint. Most nem az. De hogy olyan emberek állnak ebbe bele, aki azt mondja, hogy még van benne tenni vágyás, és akkor még ott tolna valamit az igazgató irodába, bejárkál, vagy mit csinál? Egy napig megkapod a kulcsot általában, és akkor az a nap a tiéd, ott hozhatsz döntéseket, amik a második napon már abszolút nem érvényesek. Tehát egy napra van pozíciód vele. Nem feltétlenül ezek a szemüveges is nyüzsgők. Én emlékszem, hogy mi korteskedtünk a Petrovics Matyi nevű srác mellett, aki később a női vízilabda válogatottnak a szövetségi kapitánya lett. Hát meglehetősen jó vágású. Mondom, milyen furasuli. Igen, aztán átoperáltatta magát. Igen, Mária. És egy kifejezetten jó kép, nagyon jó megjelenésű srác volt, tehát hogy nem ez a szemüveges, kicsit hiperaktív. Most eljöttem, én ittem, és most mindenkinek visszafizetek mindent. Hát, ha talán be is csajozott, tehát nem ez volt, neki volt mindenből bőven, mire mi csak vágytunk. Jó, mindegy. Ezekkel szembesültem most igazából az elmúlt napokban, hetekben, hogy mindenki szeretne egy picikét Kassa Tibiből egy szeletkét a kis kampány videójába. Egyelőre még ellenállok, de hogyha kellő szellemességgel vagyok felkérve, egyre igent mondok, sőt, egyre igent mondunk, behozom, azt majd együtt megcsináljuk. Aha, hozzál egyet bevállalunk. Bevállalunk egyet? De akkor ne, akkor most persze. Jöjjenek SMS-be, hogy ki az, aki, és a legszellemesebb felkérés, akkor csináljuk meg négyen, nem? Akkor egyet vállalunk, hogy a Morning Show kóteskedik egy osztály mellett, aki valami jó szellemes olyan kérés küld, amiért ez most van ennek az időszaka, hogy ezt menjünk, bevállaljuk? Egyet. Jó. Egyet. Jó. De nem, a kampányvideók azok, amik ma reggel bökik a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Gyerekek, sokat beszélgettünk arról, hogy hamarosan vizsgál a házhoz. Nem tettem le ezt az ötletet? Nem. A Facebook nagyon, oldalon beszélgettél sokat. Nagyon. Erről mi is, a rajongóidal. Mi is beszélgettünk róla. Akkor jó, igen. De egyelőre más probléma van. Új szomszédom van. Na. Új szomszédom van. Újra kell játszani a költözet. Újra kell játszani a költözet, és írnom kell bele egy ne hozzál már 8 macskát az udvaromba verszakot. Új szomszédom van, és Happy Gang rajongó. Nem, fie, belepusztulsz. Megjött az új szomszéd, ha látszuk ki, valami alvászavar van, mert 5 óra körül már csörömpöl, egykor jön haza, tehát nem tudom, mivel foglalkozhat, de figyelj, egyszer ébren maradok, azt egy ilyen éjjel látóval kilesem, hogy mivel foglalkozik, de hozott 4 vagy 5 macskát, akik hullacukik, de hogy azok szerintem 5 percet otthon nincsenek, azok komplet életüket az én kertemben élik, és azon gondolkodtam, hogy ilyenkor egy picit nem lehetne erről dumálni, hogy mert ugye ezeket az állatokat gyakorlatilag együtt tartjuk. Ez most kiderült. Tehát reggel kimegyek, ott nem tudom, majd pakolázgatok. Adsz nekik enni? Már ott tartatok, hogy te is eteted őket? Milyen? Most akarok venni egy sokkolót. Nem emetetem, hanem az, hogy valahogy ott az én kertemben olyan nekik a nem tudom, a légkör, hogy vagy oda jönnek, dörgölőzik, és tudod, tehát egy ilyen teljesen rémisztő dolog, hogy bóklászol a kertben. Mert a macska egy nagyon rendszerető állat, és ott aludni szeret, ahol tisztaság van, ahol viszont nincs, oda szarik. Te szemétláda. Gittelnek nálad? Ez addig lesz, amíg meg nem jön killer a kisvizsla, és ott rendet nem rak a kertben. Aha. Na most ez úgy szokott lenni, hogyha nagy macska van, már felnőtt macska és kiskutyát hozol, akkor jó esetben játszópajtások lesznek, tehát már ezért is át fog járni a 8 macska, hogy a vizsláddal játszanak. Meg egy-két ilyen tépetfülű, hogyha fél vakkal, hogyha sokat látott, csonkolt farkú kandúr megtalálja majd a te kis killeredet, tudod mi lesz ott.
Na mindegy, hogy megmondom, hogy egy kicsikét tanástanul állok, milyenkor a mód, azért már állatosak vagytok, vagy már régebb óta vagytok esetleg egy állatos szomszéd, de milyenkor a jó módszer? Hogy a macska ne az én kertemben happy-gengezzen. Feri? Hát, nálunk vidéken érted, nem volt ilyesmi, hogy átjárt a macska, mert a szívlapát megtalálta. Jó, de igen, de nálatok tíz született, abból 8 vizes vödörbe végezted. Ne, Ferikém, kapd el a macskát, megint ellett 8-at, akkor gyorsan. Nem, azért nem kegyem. Már a vödörbe ellették. Persze, nyilván. Nem, nálunk egerészni volt a macska, tudod? Tehát hátra ment a jószágok közé, kifogta az egeret, megette, azt kussolt. Ilyenkor, hogyha most én nekiállok, és egy ilyen cirokseprűvel kergetem, ordítva a macskát, az kellemetlen. Nem szép, nem európai. És ott rohangászok a kertben. Viszont szórakoztató, ha valaki felveszi videót. Igen, sok pénzt kapsz érte egy napilagban. Igen, ha lefotózod. Nyilván tudom, Balázs, nálatok akkora telek, hogy nem igazán veszed észre, hogyha valami beszökik, igaz? Tehát maximum a mozgásérzékelő becsípok, hogy idegen... Macskára nem csípok, halló. Macskára nem. Az átmegy a lézer. Macskára átmegy a lézer. Ezért csak serceg egyet, és én csak ezt hallom, de amikor a szúnyogok belerepülnek a lila fényben, én ezt hallom a macskánál. Hozzánk is jár át egy macska dacára annak, hogy nem szeretem a macskákat, de Benni nagyon jól el van vele. Én a macskára való úgy tekintek, hogy nem tudom, hogy férges, gombás, bolhás, tudom, annyi mindent terjesztenek a macskák. Nyilván egy jól karbantartott házi macska nem nagyon. De megszoktuk, mindig jön oda, kirak neki valamit. Ő elhatározta, előtte van egy cél, akkor is megszeretettem magam. Igen, és a gyerek nagyon jól el van vele, én tartok némi távolságot, de nem akarom elüldözni. Tehát nálunk is van ott a lélakom egy ilyen ki nem mondott együttélési szabály, hogy az én állatomat, az ő macskáját, a kutyádat, az én gyerekemet, az ő belső lombját, dióját, makját, mit tudom én, nem dobom vissza. Tehát ezt kénytelen vagy eltűrni. Hát ez a kertvárosi meg lét. Tibi, van egy, de miért nem maradnak egy a rohadmányos telkükön? Tehát, hogy mindenki, nem lehet, hogy mindenki a kerítésén belül tart állatot. Ne nálam tartsa már a macskáját. Van egy szempont, mindegy, amit egyáltalán nem kalkuláltál bele a dologba, amit viszont én tökéletesen megértek. Újabb lájkokat fokozni? Nem, hanem hogy az állat lehet, hogy szeret téged, talált benned valami szeretetreméltót. Értem. Erre gondolnék utoljára. Igen, én is. Elfogytak az érveim, talán ez még. Erre nem gondoltam eddig. Valóban, a macskák megérzik a jót. Egyébként igen. És benned még maradt valami jó. És a macskák mindig a legpuhábbra fekszenek, ezért van az mindig, hogy kinnapozott. És a hasonlóra. Gyertek, van még hely! Volt, hogy megriadtál, és 8 macska feküdt rajtad, nem volt ilyen? Egyébként volt. Ugye? Kettő. Ott domboltak, az jött ki a párom. Tibi, hol vagy? Tibi, hol vagy? Figyelj, egyébként egy jó kutya megoldja ezt a dolgot. Ha nem együtt nőnek föl, nagyon barátok nem lesznek, a macskák is elszoknak. Tényleg be kell szerezni egy kutyát, de ne valami vizslát továbbra is fenntartom, hogy ne bántsd a vizslákat, valami keveset futó, kevés mozgásigényű kutyát szerez be. Na, francia buldogot. Milánoi masztív. De az a buldog, amit te mondasz, az meg az a röfögő, ilyen túltenyésztett, izé, amit húzza hát, magát. Figyelj, én francia, angol, igen, buldog szakértő vagyok, én nagyon szeretem őket. Nincs mozgásigény, egész nap alszik, jól van, külső-belső hasonlóság. Abszolút, tehát hogy én hagynám a vizslákat a fenébe. Az én vizslám lesz az, akinek, higgyetek el, arany élete lesz, ott fogunk futkározni együtt az erdőben, a szadai erdőben, együtt kocogunk, intünk egymástak. Nem! Figyeljétek meg, hogy annak a vizslának arany élete lesz, az figyelj, úgy fog könyörögni, hogy hadd menjünk egy picit lefeküdni, olyan mozgás lesz ott az erdőben. Jó, de akkor jó tipp, akkor nincsen, hogy a macskákat hogyan lehetne ingatlanul belül tartani, vagy hogy ez én ingatlanomon kívül. Állítólag drasztikusabb módszereket tudnánk mondani, na, csak ugye nem mondunk, mert megírják másnap, és rossz színben tüntetnek fel minket. Ilyen izét rakhatok? Most ezt viccen kívül kérdezem, hogy ilyen villanypásztorszerű valamit. Nem, hülye vagy. Nem rakhatok? Lehogy de akarsz, nincsen nagy áram, csak olyat, ami megvág, hát olyat nem, ami életveszi. Kérdésen nem vonatkozott, nem a témához kapcsolódó, csak úgy általánosságban kérdés. Olyat rakhatsz, hát amivel az állat az embernek nem árt, belevezetnek X voltot, és igen, az fölhúzhat szerintem, olyat nem tehetsz, ami veszélyezteti az ember életet. De kell hozzá egy kamuszarvasomar, ha ilyen papírot rap. Tudod, hogy azért lássák, hogy indokoltam. Egy műlovat állítsál föl a kertedben. Van-e, amitől a macska fél? Tehát, hogy van-e mondjuk olyan, amit mondjuk tudnék csinálni, a madár ijesztő, macska ijesztő? Tudok-e építeni macska ijesztőt? Például az nekem tetszene? A banán. Láttam egy videót fönt, egy YouTube-os videót, rengeteg macska van rajta, hogy a banántól kikészülnek, a banának a látványától. Nem tudják értelmezni. Nem tudják. Letették a macska mellé. Szerintem ugyanígy vannak a kelbimbóval is egyébként. Nem hiszem, hogy végig tesztelték 600 zöldséget is, meg gyümölcs, és a banán jött ki. Szerintem egyébként a fejes salátára ugyanúgy néznek. Hogy tudja a macska, hogy ez fejes saláta, ez a sárga viszont olyan furcsa. Lehet, hogy igaz az, hogy nem tudom angolul a kelbimbó. Tudod, a banánt meg simán beírtam. Nem, ha például hozzádobod, akkor tök mindegy, hogy mit dobsz. Akkor írtózik a kavicstól is. Igen.
megdobod. Na jó, hozzunk ítéletet? Hát félve hozzunk, kérdezem, hogy az indokolatlan macskák a kertemben jogosan bökik ki a csőrömet. Hát egyes lesz ez. Sovánka. Egyáltalán nem. Egyértelműen nem. Figyelj, elmondom, egy zacskóba áthozom, és bedobálom a kertedbe, hogyha most erre... Én nem bántom őket, én mindig megnézem, akkor... én távol maradok, a bennek szólom, ha idegen ne simogassa, mert nem akarom, hogy valamit összeszedjen, de nem kerít ellenállhatatlan érzés egyébként a hatalmába, hogy lelőjem őket. Egy tehát forrad, nekem nincs olyan macskákkal. Egy forrad kosárnyi macskával érkezem az ítélettől függően. Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz. Holnap már nem kell jönnöd. Nem annyi tudok macskád jobb. Lesz, annyi macskád lesz délután, a Balázs, haigálom a kertedbe a kóbor macskákat. Nálam mind a két szomszédnak kutyája van, valószínűleg azért kerülnek el a macskák. Jobbra pont vizsla van egyébként, balra valami kicsit idősebb, megmagyarázhatatlan külsejű, úgyhogy én biztonságban vagyok. Mondom, délután érkezem egy kosár macskával, tehát a csomagtartódba dörgülözni fog a kocsitban, hozzád egy idegen macskát. És majd akkor meglátjuk, hogy mindig azt tudod, hogy egyébként, hogy Balázs is mondta, hogy a kutyák elkezdenek egy idő után hasonlítani a gazdájukra. Tehát jó arc lesz, és nem, jó arc lesz szexi. Én azt kívánom neked, szexi... hogy te kezdjél el hasonlítani a kutyádra, és nem fordítva, mert akkor... Nyalogassam a tökeim? Ezért jó az angol buldog, mert ott már adott az a hasonlóság. Ilyen. Nem kell elkezdeni változni. Fia, ezt akartam mondani, a buldog tökéletes. Tökéletes, és a francia buldog. A melső lábaimmal tudom magam húzni a szőnyegen, hogyha viszket a feneken, tudok röfögni, horgolok, szörtyögök. Semmi jót nem csinálnám, te eddig nem csinálsz. A hétköznapjaimról beszélgetünk. Azt gondolom, hogy a kutya tanulna tőled. Semmit látok. De nem azért húztam az időt ez a rengeteg érdekes dologgal, mert esetleg, pontosabban ezt te szoktad mondani, Balázs. Van valami két... fél tíz van, hát lassan kezdek elbizonytalanulni, hogy esetleg az első olyan kedd, amikor nincs témád. Rohadtul nincs. De van! Találtam egy jó cikket egyébként, tudjátok jól, hogy a Facebook nagy ismerője vagyok, sokáig belém akartatok beszélni, hogy vásárlója is vagyok, nem vagyok vásárlója, de nagy ismerője, ez fenntartom. Igen, Tibor Zuckerberg. Igen, Tibor Zuckerberg. Most van egy szabályozás, vagy pontosabban inkább egy érdekes hírt találtam, aminek kapcsán egy picit jobban át fogják gondolni az emberek, hogy miket posztolnak ki hétköznap hétvégén, mert állítólag most már a jelenlegi munkajogi szabályok szerint, hogy nem csak munkaidőben, hanem a munkaviszony ideje alatt kell felelősséget vállalni, hogy megőrizd a céged imidzsét, tehát nem mindegy, hogy mit posztolsz ki, hogy te egyébként munkaidőn túl a közösségi oldalon milyen jellegű tartalmakat osztasz meg, simán lehet, hogy azért másnap behívnak, és szépen kipenderítenek, azért, mert kicsit belazultál, elmentél bulizni, vagy egész egyszer nem úgy töltöd a szabad idődet, hogy a céged imidzse megköveteli, és simán mondjuk egy Facebook poszt alapján kirúghatnak. Hogy ez mennyire komoly egyébként, nekem is van egy személyes ismerősöm, aki konkrétan egy ilyen WhatsApp profilkép alapján lett behívva, és nagyon komoly beszélgetés volt, hogy már pedig ennél a cégnél dolgozó komoly alkalmazottnak nem lehet ilyen jellegű kicsit huncut. Mi volt a képen? A profil. Igen. Sem egy halál szinkron. Hogy értve vacak, rosszul sikerült? Vacak, igen, majd átdobom e-mailen is elolvasod. Hogy lehet valakinek ilyen profilkép egy ilyen komoly cégnél, ahol nem tudom milyen komoly emberek vannak, akár orvosok, stb. Ott nem lehet egy picit kihívóbb, egy picit huncut a profilkép, mert az mégis hogy néz ki, ha meglátják a kliensek. És ez alapján ott egy komoly ilyen majd, hogy nem fegyelmi eljárás elindult, egy sima profilkép. Ez egy észak-koreai barátod? Mert hogy azért fura, érted, hogy ebbe a dologba beleszólnak. Ez nem, abszolút beleszólnak egyébként. Én magam is egyébként egy csomó dolgot átgondolok, hogy mit rakok ki, de hogy csak egy picit vegyük górcsára, hogy mi lehet az, amiért, tehát nincs nyilván a piázásért, azért már mehet a cirkus. De most, hogy van egy pohár ital a kezedben, és így vagy egy profilképen, akkor te már alkoholista vagy, és a cég hírnevét rombolod? Nem, de az a baj, hogy most nem hisztek el, de tényleg van ilyen. Tehát, hogy ez tényleg egy létező dolog, hogy bizony ott ül a főnököd, és azt mondja, hogy már pedig neked az egész viselkedésed, az egész, de hogyha olyan profilba dolgozol, akkor már nem fér bele. Jó, de mi a határ? Tehát, hogy azt mondod, ez egy érdekes kérdés. Na, hogy mi a határ? Egy pohár piával ott kocintasz a barátaiddal, mert szülinapod van, és ez lesz a profilképed a Facebookon, akkor kirúgnak. De miért valakit zavart, hogy egy 500 eurós a tubákot szívsz fel egy tükörrel? Féltek, én magam is egyébként egy csomó dolgot átgondolok egyébként. Tehát szerintem egyre nagyobb a felelőssége egyébként az embernek abban, hogy mit tesz ki, meg mit nem tesz ki. Tehát mondjuk egy csomó olyan dolog valamiből például szerintem jobb kimaradni. Tehát én magam is mondjuk például én nem politizálok semmilyen szinten, mert nem is érdekel egyébként, de én például mielőtt nagyon belemennék abba, hogy bepötyögjek valamilyen ilyen jellegű dolgot, ami ebben az megy, én inkább azt mondom, hogy egyrészt a kommentek szélsőségessége miatt. Hát azokat mondjuk úgy is intézed, nem? Ja, azokat lemérsz. Azért azt tudjuk,
tudjuk, hogy azért nehezen vannak dolgok, amiket nehezebben mész, például a hozzászólásokat. Hát nem, tehát azért azokat megregulázod egy pillanat alatt. Figyelj, ahogy a nem szócskának az N betűjéhez érsz, abban a pillanatban vagy kiblokkolva. Ide, hogy én tudom, hogy azért elég sűrű. Érted, hát vagy jót, vagy semmit. Nem ez a Facebook profilot hozzáállás. Arra a kassa. Ti is tudnátok azért mesélni arról, hogy van moderálva, vagy oda. Nem, én azt gondolom egyébként, hogy moderálni kell, és moderálni azért kell egyébként, mert onnantól kezdve a hozzászólások annak az egy parasztnak a parasztságával lesznek elfoglalva, nem pedig a bejegyzésnek a taglalásával. Hogyha bárki hozzá... De nem a bántó hozzászólásokra gondoltunk, hanem az igazakra. Jó van, Jani, na. Igen. Azt gondolom, hogy... Azt gondolom, nekem már, nincs oldalam, nem tudom, hogy moderálnám. Aki már kommentert nálam, az pontosan tudja, hogy én az olyan jellegű dolgokat mindig meghagyom, ami szellemes, normális hangvételű. Én egyedül az öncélú parasztkodást törlöm, de az viszont gondolkodás nélkül. Tehát azon nem is mérlegelek rajta, hogy mi van, az azonnal gyilkolom. Pontosan azért egyébként, ez nem a nagy igazság oldal, az én rajongói oldal, de rajongani, gyere, imádj! De visszatérve picit az eredeti témához, ti átgondoljátok? Ti nem nagyon Facebookoztok, Balázs, te egyáltalán nem. Én egyáltalán nem. Nekünk van egy általam szerkesztett Instagram oldal, az egyébként vannak csemegések. Csak mondom, hogy a szólásszabadság minta példánya vagyok az Instagram oldalon, bármit írhattok a képek alá, senki nincs kirakva, senki nincs kipasztolva. Most tervezünk Balázsra egy olyan közös fotót, amin szélcsövezünk, az egyik vége az ő felekében van, a másik az enyémben, nem sokára ez is fén lesz az Instagram. Azért tudok ez nehezen hozzászólni, mert nincs rajongói Facebook oldalam, nem tudom, hogy posztol, vagy ki. Általában tudjuk a dolgot egy picit értékelni, hogy ez merre veszed, hogyha a privát szférádba ilyen módon beletolakodhat egy cég, hogy te nem dönthetsz arról már szabadon, hogy kis saját életedet. Ez a személyiségi jogoknak a megnyilvánulása, tehát abszolút, hogy ez egyértelműen. Tehát, hogy képviseled, ez nem egy céges... képviseled a céged egy kicsit szabad időben. Én is ezt gondolom, tehát hogy az, hogy én mondjuk jó munkaerő vagyok, de én hétvégén elmegyek berúgni, hát hagyd legyen már mindegy, hogy mit csinálok hétvégén, nem? Hát ha jó munkaerő vagyok, jól csinálom, és ezzel a céget nem járatom le, mert mondjuk nem ismert emberként teszem, hanem civilként, akkor szerintem ez nem árt. Az a VT, KFT, ZRT, Facebook oldal lesz, hanem a tied, a privát. De ő azt mondja, igen, de ő azt mondja, hogy nyilván ezzel, tehát mondjuk nyilván látják az ügyfelek, tehát lehetnek az ismerősét közt ügyfelek, potenciális ügyfelek, bla bla bla, és az hogy néz már ki? Figyelj. Ha te mondjuk bulizol, és te mondjuk úgy bulizol, hogy te nem tudom, melyik szökőkútba akarsz fölébredni, hajnal marccal. Mondjuk azért azt mondjuk megértem, hogy ne legyen. Akkor megállíts be, de miért ne legyen? Tehát, hogyha például ott vannak a te kedves rajongóid, akkor be tudod állítani, hogy bizonyos tartalmakat csak ők láthassanak. Tehát, hogyha én a barátaimnak, meg az ismerőseimnek létrehozok meg saját magamnak nyilván egy Facebook profilt, akkor beállíthatom azt úgy, hogy mondjuk a főnököm ne láthassa. Viszont a főnököm megsértődik, hogyha nem ér. Így van. Hát akkor meg azt, hogy nyilván azért vagyok onnan kiblokkolva, mert valami olyan dolog van rajta. De visszautalva pillanatra ahhoz, hogy én mondjuk arccal akarok ébredni egy szökőkútba, mert nekem olyanom van, hogy most vadereszdel a hajamat van. És ez a cégem profiljában nem passzol. Tehát ez könyörgöm. Tehát, hogy ez, és én beleszek hívva másnap, hogy de a kolléga azért, mert maga mondjuk értékesítőként vagy területi képviselőként dolgozik valami cégnél, ahova ez nem méltó viselkedés, hogy maga arccal ébred a szökőkútba, és ezért valakit kirúgnak. Egyébként, hogyha a hallgatók között biztos, hogy van olyan, egyébként csak érdekes lenne, hogyha véletlen küldene valaki olyan SMS-t, akit ilyen jellegű dolgok miatt citált be a főnök, és esetleg rúgta ki a munkahelyéről. Aztán most lenne nekem egy cégem, és ott valakit látnék a Facebook oldalon, hogy arccal a szökőkútban ébred, nem rúgnám ki, de nem biztos, hogy örülnék. Hát tehát azért ebben is van valami. Hiszen arccal van a szökőkútban. Lehet, hogy úgy ismered a hátsó részt, hogy... Bárki lenne azonnal felhívnám a Ferit, hogy Feri, kérj, legyen szíves befáradni 11 órára. Tényleg bárki, én csak láttam egy képet, hát igen, az a kutyafáját, szerintem a Józsi, de azért Feri, kérj, legyen ön is ezen a meghallgatáson, hogy tehetjük. Valószínűleg ön is ott volt. Hát valószínűleg, köze van az eseményekhez. Legyen szíves befáradni. Legalábbis az itatás résznél, tuti. Biztos, hogy van egy szemtanunk, Feri, kérj, fáradjon már be az irodába 11 órára, és mesélje már el, hogy mi történt szombat éjszaka a debreceni főtéren a szökőkútban. Igazgató úr, addig emlékszem az eseményekre, amíg a Lacival. Tehát ez éppen pedig egy asztal lenne, amin frissen kisült fánkok vannak, és egy gyerekkéz nyúl fel hozzájuk, akkor meg engem rögtön felhívnának, hogy Janikám, a lopás bű. Igen, tehát ez egy nehéz szerintem, hogy hol van a személyiségnek a határa, meg hol képviseled, meddig képviseled a céget. Tehát azért ez egy munkaidő kívül. Tehát, hogy akkor a cégem... Tehát a munkaidőn kívül is mondjuk vezérigazgató vagy, te a munkaidőn kívül is azért a cégedet képviseled. Kérdés, hogy mennyire privát szféra, intim szféra, egyéni vállalkozó vagy céget képviselsz, az milyen cég? Tehát nagyon sok összetevője van a dolognak, szerintem. Voltatok-e már jogász buliba?
Nem, én nem voltam még. Én voltam, annak idején a Krisztállal rengetegszer léptünk fel jogászbálon. Tehát figyelj, annyi matrészek... Gondoltam, hogy nem alanyi joga. Igen. Ellenben... Igen, ellen, én soha, hát én nem mondtam, ellenben, hogy én voltam. Nem ellenben, voltam. De a jogász diplomával nyilván, mint aranyjogász voltál meghívva. Nem csak, hogy annyi ilyen vállalhatatlanra piált ügyvédet, aki szétfejelve a piszoárt négykéznál másik. Ez van az orvos hallgatóknál, hát ez van na a műszaki egyetemen, szóval ez... Na ez de pont erről beszélünk, hogy ezek a legköztiszteletben állóbb nem tudom, szakmák, tehát akkor ennyi erővel, érted? Tehát, hogy akkor milyen alapon rúgsz ki valakit azért, mert így hatalmadban áll, így beletekinten az ő kis idejébe, hogy ő hogyan tölt. Nem tudom, szerintem egy cég azt adhatja ki, vagy azt kérheti a dolgozóktól, mondjuk, hogy tényleg politikai hangvételű üzenetektől, véleménynyilvánításoktól mondjuk maradjon távol. Azt szerintem egyébként belefér, de én nem hiszem, hogy Magyarországon olyan baromi sokan kérnék azt, hogy te a privát szférádból ne posztoljál. Az lehet egy policy, hogy gyerekek, a mi cégünk nem politizál, és mondjuk maradjatok távol, ne posztoljatok magánvéleményeket, mert szeretnénk megőrizni ezt a fajta politikamentességet. Tehát ezt én mondjuk elfogadhatónak tartom, de nem gondolnám, hogy azért nagyon sok munkajogi perindulna, mert magyar cégek Amerikában ezt sokkal érzékenyebb. Nem, ez egyébként mondom. Vagy jobban figyelik, én ettől nem félnék itthon. Hát figyelj, elmondom neked, hogy 2-3 poszttal tudnék magam körül óriás bajt csinálni. De ti is. De nyilván ti mindenki, is. Persze. Mi meg hát egy mondattal, egy poszttal, persze. Hát azért tehát nagyon érzékeny, túlérzékeny is sok szempontból ez az orvosan magam. Túlérzékenyek is vagyunk már, szerintem az elmúlt pár évben azért itt mindenki baromira túlérzékeny lehet ebben az országban. De... Tehát mert semmit nem mondhatsz anélkül, hogy ne sütnének rád ezt vagy azt, miközben senki még csak meg sem hallgatja azt a megszólalást, amit mondjuk egy rádióban tettél, csak elolvassa az adott újságcikket, és az legalább venni a fáradtságot, hogy meghallgat mondjuk bennünket, ha megjelenik egy cikk. Ami mondjuk szombaton megjelent, és nyilvánvalóan teljesen egyértelmű hazugság, ugye, ami a Borsban megjelent. De hát magukat újságíróknak mondó emberek még mindig azt gondolják, hogy megtehetik következmények nélkül, hogy össze-vissza hazudoznak mindenfélét. Szóval nem tudom, de Magyarországon ettől nem félnék. De pont ezt mondom, dehogy nem. Hát mi most mind a négyen tudnánk olyat posztolgatni, nem politikai, tehát azt nem igen. De hát amire azt mondaná, amire 10 percen belül tehát tudsz olyat hibázni, ami lehet, hogy őszinte, csak már annyi, már átgondolod, hogy nem akarom én kirúgatni magam, nem posztolok ilyet. Tehát simán tudnál olyat kiírni, hogy ez és ez, nem tudom, bla bla bla, és 10 percen belül csörögne a telefon, vagy hétfőn már nem kell bemenni. Ti is tudjátok, hogy tudnátok ilyet posztolni. Hát persze, hát érted, de akkor magyarok közösségi média alapján simán kirúgathatod magad. Tehát, hogy Magyarországon, hogyha mondjuk nem azt nézzük, hogy mondjuk a főnökeid vagy a munkáltatóid szólnak be neked azért, amit posztoltál, ami adott esetben egy szélsőséges poszt volt, tehát nézd meg, hát egy csomó közszereplő van, aki csak az életmódjával folyamatosan célkeresztbe állítja saját magát, hogy az életéből kiragadott momentumokról, amik egyébként teljesen ártalmatlanok és elfogadhatók, hogyha tudjuk, hogy ő mondjuk milyen anyagi helyzetben van, vagy hogy milyen társadalmi státuszt tölt be, hogy folyamatosan ezekkel a posztokkal célkeresztbe állítják magukat, és folyamatosan beszólnak neki, cinkelik őket, degradálják őket, leszólják őket olyan stílusban, hogy az egyszerűen elfogadhatatlan. Tehát nem kell ahhoz nagyon szélsőségbe gondolkodni, elég, ha kiraksz egy ízét, egy tál ételt, ami mondjuk olyan étel van, arra rajta két kagyló. Na akkor, na hát persze, mert neked telik erre, de nekem paprikás. Hát kupira. Igen, csak ez több kérdést vett fel szerintem. Szóval, ha például ezt említett, hogy kell-e közszereplőnek mondjuk nem tudom fotózkodni jelen pillanatban, jelen morális, egzisztenciális állapotban mondjuk Magyarországról úgy elutazol valahova, hogy mondjuk nem tudom, fekszik a fehér homokos tengerparton. Erről sokan azt gondolják, hogy kell, sokan azt gondolják, hogy hergeli, és sokan azt tessék. Úgy is tudják, hogy megteheti egyrészt, akkor hazudjon a saját életéről. Én ezt nagyon máshogy látom. Balázs, én ezt nagyon máshogy látom. Erről nagyon más gondolok. Ezt szerintem nem feltétlen hazugság. Tehát, hogy ha te elmész, de nem posztolod, attól te még ugyanúgy ott voltál, én szerintem fölöslegesen ingerelni nem kell az embereket. Tehát ez egy nem, most nem rád, nem rád tudom, gondolok. Tudom. Tehát, hogy szerintem jelen pillanatban Magyarországon azért nem jó a helyzet sok szempontból, ugye? Na most én elmegyek, de kiteszem, én szerintem kell annyira tapintatosnak lenni egy közszereplőnek, hogy elmegy, de nem hivalkodik azzal. Ő ugyanott ott van,
De igenis, a mi feladatunk kicsit gondolni azokra, akik nem mennek el, vagy nem tudnak elmenni. Látom én ezt így, sokan úgy, hogy közben megdolgozott érte. Igen, sokan megdolgozott érte, és azzal sincs baj, szerintem nagyon-nagyon védhető a másik oldal is, bármelyik közszereplő részéről, aki az elmúlt három hónapból posztolt valahonnan valamit. Még ha posztolsz is, szerintem egy barátnős képpel, például amit te posztoltál, semmi baj nincsen, de ha valaki úgy posztol, hogy láthatóan a polgárpukkasztás az ő célja, azt szerintem azért fölösleges irritálása a magyar embereknek, mert nagyon sokan félreértik, nem tehetik meg, és én ugyan elmegyek, de vagyok, vagy lehetek annyira tapintatos, hogy ezzel nem hergelem elsősorban azokat, akiknek mondjuk nincs anyagi lehetőségük elmenni. Én elmegyek ilyen helyre, nem mondom, hogy nem megyek. Én soha nem tennék ki egy ilyen képet. Mert kicsit együtt érzek azokkal, akik ugyanakkor nem tudnak, vagy legalábbis, ha már segíteni az ember nem tud, nem hergelem őket teljesen feleslegesen, mert ma ez kicsit hergelésnek számít, de ugyanakkor a másik oldal azt mondja, hogy megdolgoztam, de leadóztam, miért nem mehetnék el, és miért ne tehetem ki. Én ezt is megértem, ez egyéni érzékenység kérdése szerintem. A közszereplő másféle megítélés is benne van, mert mondjuk ugyanaz a poszt egy közszereplőtől, meg egy úgymond átlagembertől, teljesen más reakciót vált. Az átlagember felrak egy disznóvágást, és mutatnak egy asztalt, ami tel is tele van hurkával, kolbásszal, mindennel. Hogyha ezt egy átlagember rakja fel, akkor nem érdekes, természetes, ha ezt egy közszereplő, na hát persze. Igen, de szerintem most olyan a helyzet, hogy nem biztos, hogy jó egy ilyet kitenni. Tehát kicsit gondolni kell azokra, és ez nem feltétlenül azt mondja, hogy te eszel valamit, ne fotózz le, ülsz egy jó autóban, ne üljél, mész valahova a családoddal is, ülsz egy dzsibbe, hát ne fotózz le, de hogy szerintem közben egy közszereplőnek el kell kezdeni már erre is gondolni, hogy én eljuthattam XY helyre, ahol fehér a homok és gyönyörű a tenger, de tudja a családom, tudják a barátaim, de nem feltétlen teszem ki, mert kicsit én közszereplőként igenis érzékeny vagyok, vagy érzékeny vagyok arra a társadalmi rétegre, akik nem juthatnak el. Most mit érek el vele? Bizonyítanom kell, hogy eljutottam erre a helyre? Hát úgyis tudja nem, mindenki. Nem védem magam, csak a másik oldalt akarom egy picit képviselni. De nem érdekel a másik, képviselt, hát az a jó. Én azt gondolom erről, hogyha nem úgy teszed ki, hogy itt ilyen az idő, hát nálatok, tehát hogyha nem az van, hogy te szándékosan hergesz, rengeteg ilyet látok, amikor tényleg az van, hogy hát ma reggel így virrattam, nem tudom, remélem ti is jól vagytok, ha ilyen jellegű a poszt, hogy benne van ez a kivagyiskodás, akkor szerintem egyértelműen baromság. De egyébként gondolj bele, hogy hány olyan ember van, aki egyébként amúgy is ezeket a képeket keresi, mert imádja az ilyen szép tájakat látni, raksz ki fotókat, szép dolgokat, megörökítesz videókat, egy picit talán motiválod is, hogy majd egyszer eljuthat ide. Tehát nem hiszem, hogy ebben feltétlenül az van, hogy nézd nekem milyen jó, neked pedig milyen rossz. Nem, hogy ez egyértelműen az összes képet lehet, be lehet állítani. Tök motiváló dolog, hogy de jó lenne egyszer ide eljutni, egy kicsit nézegeted, odamész egy pillanatra, egy 2-3 kép erejéig elfelejted a gondot, bajod, mert nézed, de szép színes, milyen szép tájak vannak, gyere kicsim, nézd meg, épp hol vannak. Ha azt az embert, akit egyébként követ, szépen kedveled is, akkor még feltétlenül a jó édes anyjába se akarod elküldeni, azért, mert szép helyen van. Nem, meg én azt mondom, hogy nem minden közszereplő azzal a szándékkal teszi ki, hogy hergelje. Nem is így gondolom. Ha nekem lenne egy oldalam, és például én elmennék, én valószínűleg úgy tenni, hogy nem teszem engem ki, és kicsit visszafogottabban élem meg azt, ami mondjuk nekem jut, de nem teszem ki, és nem csak azért, mert nem tartozik másra, hanem egyszerűen nem valahogy úgy hoz a dolog, de nem feltétlenül gondolom, hogy valaki eljut, mit tudom én, Kubába, barátjával, kitesz a közösség oda, akkor az azért rakja, hogy na most akkor nézzétek meg, hol vagyok, nem ezt mondom, én valószínűleg úgy döntenék, hogy engem, mint a rajongódat, például, hogy ha az lennék, akkor engem motiválna. Érdekelne. Engem motiválna. Hát, értem nézd ezt ott az a Balázs, de örülök, hogy láthatom a Balást ott. Meg aki beszól, az egyébként beszól bármire. Mert annak tök mindegy, hogy mit raksz ki. Kirakadsz nem is nekik kell megfelelni. Egy kőszegi képet is így kirak. Ja persze, mert el tudsz menni, én meg nem voltam már. Ez egyéni érzékenység, egyéni inger. Közben mindenki máshogy gondolja, persze. Én így gondolom, de tök máshogy csinálják, más nem, egyáltalán nem ítélem el azt, aki máshogy gondolkodik. A téma lezárásaként celebek és átlagemberek, minden egyes Facebook közösség tagja csak csinyán a képekkel, meg kivágnak, mint a macskát. Így van. Magyar Hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. A Klassz FM-en.